Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A vendégváró ma kicsit megfordult, hiszen nem mi várjuk a vendéget, hanem ők vártak bennünket. Egészen pontosan itt vagyunk Herenden a Porcelán Manufaktúra bemutató termében, és mint mondottam, vendégeskedünk házigazdánkat. Köszöntöm Simon Attilát, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatóját. Nagyon szépen köszönjük a meghívást! Tisztelettel köszöntöm Önt és a kedves televíziónézőket. Mindig nagy öröm, amikor vendégek érkeznek hozzánk, és nagyon nagy szeretettel látjuk Önöket is, és ide érkező vendégeinket is a Manufaktúra bemutató termében. Közel 1000 négyzetméteres bemutató terem, hatalmas áruválasztékkal, és mégiscsak ez szűk szelepét mutatja annak a termékválasztéknak, amivel Heren rendelkezik, hiszen 64 millió különböző termékünk van, több mint 4000 különböző festett dekorunk, és egy kis ízelítőt tudunk itt bemutatni. És amikor ide érkeznek a kedves vendégek, akkor elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmas termékválasztékkal rendelkezik a Herendi Porcelán Manufaktúra, és lényegében nincs olyan korosztály, nincs olyan lakásstílus, amelyhez illő herendi porcelánt ne tudnánk kínálni. Úgyhogy örülünk, hogy itt vannak, és köszönjük a lehetőséget. Mi köszönjük, hogy eljöhettünk. Ugye túl vagyunk a szokásos évi nagy frankfurti vásáron. Én mielőtt erről faggatnám Önt, azért azt szeretném hozzátenni, hogy megnéztem néhány számot Önökkel kapcsolatban. Hát amiket Ön most itt elmondott, hogy 64 millió fajta variáció van, ugye színek, formák szerint, azért ez egy elképesztő szám, de hogy az is egyébként, hogy néztem, hogy közel több mint 1 millió munkaórával számolhatunk, hogy ennyi van a befektetett munkákban. Néztem, hogy több mint 400 ezer termék készült. Szóval az ember ezt fel se igazán tudja fogni. Már a Herendi Porcelán Manufaktúra a világ legnagyobb manufaktúrájává vált, hogyha a nyereséges működést, az exportpiacok számát, több mint 50 országot, vagy éppen a közel 800 fős munkavállalói létszámot nézzük, akkor bátran állítható, hogy ma Herend a világ legnagyobb manufaktúrája, és természetes, hogy hatalmas számadatokkal rendelkezünk, és amikor évvégén mindig számba veszük az elmúlt évünk eredményeit, akkor bizony látjuk, hogy milyen kiváló teljesítményt adott le a Herendi Manufaktúra az elmúlt évben is. Ugye ehhez sok minden kell. Kellenek nagyszerű munkatársak, akik hát szép termékeket készítenek. Kell egy nagyszerű manufaktúra, ahol mindez elkészíthető. Aztán persze kell a piac, kellenek a vásárlók, és azt gondolom azért évről évre ezzel azért picit mondjuk úgy, hogy meg kell harcolni, hiszen a számokat hozni kell. Most én azt néztem, hogy bár az előző esztendők száma is igazán jók voltak, és a tulajdonosi kör is meg lehet elégedve. És azt láttam, hogy 2018-ban megint nagyszerűen sikerült hozni a számokat. Ez pedig azt jelenti, hogy majd megint azt várják, hogy 2019-ben hát übereljék a 2018-at. Meddig lehet ezt fokozni? Valóban egy kiváló évünk volt 2018, az exportértékesítésünk 4%-kal növekedett az egy évvel korábbi állapothoz képest, magyarországi értékesítésünk a tervet 3%-kal haladta meg, és összességében az export és magyarországi értékesítésünk növekedni tudott az elmúlt esztendőben. Bocsássanak, hogy beleszólok, ugye ez a 3-4%, én nem tudom, ez ki hogyan értékeli, úgy pici számnak tűnik, de azért, hogyha nagyságrendileg nézzük, meg forintosítjuk, azért ez nem olyan kis szám. Valóban így van, ezek 100 milliókban mérhetők, hiszen a manufaktúrának az árbevétele közel 5 milliárd forintos évente, tehát ezek mögött, a pár százalékok mögött is azért jelentős összegek húzódnak meg. És úgy gondolom, hogy a sikeres munkához elengedhetetlen, hogy jó stratégiával is rendelkezzen a társaság. Mi a manufaktúrát a tradíció és innováció gondolatiságára fűzzük fel. Ma már nem elegendő csak a múltba tekinteni, a múltat nem lehet ma már apró pénzre váltani, folyamatosan kell a jövőbe tekinteni, és ez a jövőbe tekintés nálunk az innovációban fogalmazódik meg. És nagyon lényeges ez is, hogy az innováció az ma már nem csak a termékfejlesztési innovációt kell, hogy jelentse, hiszen az természetes, hogy újabb és újabb termékeket mutassunk be, például a frankfurti szakvásáron, de az innováció az jelenti a vállalat vezetési, vállalat szervezési, vagy éppen technológiai innovációt is. És úgy gondolom, hogy miután a költségek folyamatosan növekednek, csak azok a vállalkozások fognak tudni a jövőben talpon maradni, akik kellő innovatív gondolkodással, hatékonyság növekedéssel, a versenyképességük fokozásával képesek a költségeket meghaladó árbevételeket realizálni. És nagyon fontosnak tartom, amit Ön is említett, hogy a sikeresség az nem természetes dolog. Minden nap, minden reggel úgy kell ide manufaktúrába bejönni, hogy jobban kell teljesíteni, mint egy nappal
korábban, és nem szabad hozzászoknunk ahhoz, hogy az eredmények és a sikerek azok automatikusan jönnek. Azért meg kell dolgozni, és ezt tesszük itt a teljes kollektívával együtt a Herendi Porcelán Manufaktúrában. Ha jól emlékszem, akkor a frankfurti szakvásárnak az időpontja talán nagyjából úgy állandó, ez mindig valamikor az év elején, február elején van, talán első-második hét környékén. Emlékszem egy sok évvel ezelőtti budapesti nemzetközi vásárra, amikor is ott forgattunk, és a Bramak standján mondták azt, hogy amikor megkérdeztük, hogy miért olyan fontos itt lenni, és egyszerű volt a válasz, azt mondták, hogy ott kell lenni. Ha nem vagyunk ott, akkor leírnak bennünket. Ez még ma is így van, tehát amikor ugye jön a szakvásár, akkor Herend mindig ott van. Ez önök számára is annyira fontos, és amit az előbb kérdeztem, hogy tényleg ott kell lenni? A frankfurti szakvásár az a világ legnagyobb szakvásár a mi iparágunkban. Úgy gondolom, hogy aki nincs ott, az valójában a szakmában sincs jelen, tehát valóban meg kell mutatni magunkat, és a Herendi Manufaktúra standja a legelőkelőbb környezetben jelenik meg, amely mutatja ennek a terméknek a presztízsét, mutatja a Herendi porcelánnak a luxus, elegancia és a kényeztetés gondolatiságát. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ott legyünk, ott kell lenni, de nem csak a jelenlét miatt, hanem ez a manufaktúrának a termékfejlesztési motorját is adja. Amikor visszajövünk Frankfurtból így február környékén, akkor már elkezdjük a következő évre való felkészülést, és ez egy nagyon fontos hajtóerő, hogy a következő szakvásáron ismét újdonságokat kell bemutatni, ismét meg kell lepni a világot. Mert hogy mindig újat és újat kell vinni. Nagyon fontos a tradíció és az innováció gondolatisága mellett nem elég csak a meglévő hagyományos termékeinket bemutatni, hanem mellette mindig meg kell mutatni a friss arcunkat, meg kell mutatni, hogy itt egy olyan kreatív társaság működik, amely képes évről évre újdonságokat adni és mutatni a vásárlóiknak. És nagyon fontos, amikor a vásárra én is kimegyek és megnézem a versenytársakat, akkor például ebben az esztendőben azt kellett tapasztalni, hogy igazából már nincsenek versenytársak. Van egy nagy német manufaktúra, amely 100 évvel korábban alapítódott, mint a Herendi Manufaktúra, és azt kell látni, hogy mára elfogyott a termékfejlesztési kreativitásuk. Megjelentek azok a fehér porcelánok, amelyek dekoráció nélküliséget mutatnak, és ez egyértelműen mutatja, hogy ők más útra próbálnak rátérni. Ma, ha valaki kézifestésű, kiváló minőségű porcelánt akar vásárolni, akkor Herend már megkerülhetetlen. Herend lényegében versenytárs nélkül maradt. Ugyanakkor ez nem azt jelenti... Ez jó egyébként? Ez nem azt jelenti, hogy sokkal könnyebb lett a dolgunk, hiszen a küzdés egy másik szintére helyeződött, ez pedig a piacok megtartása. Tehát tudjunk a felnövekvő generációknak, a piacra belépő új korosztálynak olyan termékeket mutatni, amely az érdeklődésüket felkelti, amely trendivé tudja tenni a Herendi porcelánt a 21. században is, és ezáltal a piacait meg tudja tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy napjainkban a Herendi Manufaktúrának már nem a versenytársaktól kell tartania, hanem a piactól, és arra kell törekednünk sikeresen, hogy a piacainkat meg tudjuk tartani, sőt, ha kell, akkor adott esetben tudjuk növelni. És úgy gondolom, hogy Herend ebben is élen jár, képesek és készek vagyunk ennek a missziónak az elvégzésére is. Tetszett mondani, hogy ez a legnagyobb szakvásár azért, hogy érzékeltessük, jól tudom én a számokat, hogy ez több mint 100 ország 4000 kiállítóját jelenti? Mert ha ez így igaz, akkor ugye ezt még elképzelni is szinte nehéz, hogy hogy lehet ezt egyáltalán végigjárni, megnézni mindent, mert szinte képtelenség. Valóban így van, én évek ezelőtt megpróbáltam egyszer körbejárni, és nem sikerült. Úgy kell elképzelni, hogy 10 épület együttes van, az épületek 4-5 emelet magassággal bírnak, egy-egy emelet több 10 000 négyzetméter, és a pavilonok épületek között autóbuszok viszik a látogatókat. Egy város a városban, hatalmas kínálattal, és nagyon jól mutatja egyébként ilyenkor a vásárra érkezők számára, hogy milyen kicsi is tud lenni egy cég, amely adott esetben nagynak gondolja magát. De ugyanakkor ez egy nagyon jó inspiratív közeg is, mutatja azt, hogy merre mennek a világ trendjei, milyen színek, milyen gondolatiságok jelennek meg, és úgy gondolom, hogy ez borzasztó hasznos számunkra is ezen a vásáron ismételten évről évre jelen lenni. De megtaláltak önöket?
Abszolút megtalálnak bennünket. És ki? Ilyenkor ki az, akire igazán számítanak? Csak a jövőmenő közönség, vagy a szakmai partnerek, vagy ugye a további értékesítő partnerek? Mindenki meglátogat bennünket, vannak sétáló, standunkra belépő látogatók, de ennél sokkal fontosabb, hogy említettem, hogy mintegy 50 országgal van kereskedelmi kapcsolatunk, partnereink ellátogatnak Frankfurtba, és ott találkozunk egymással, megbeszéljük az elmúlt évünket, átgondoljuk, hogy a 2019-es évet hogyan szervezzük meg, milyen közös eseményeink lesznek, ők is jelen vannak, de természetesen a más gyártók, ismerőseink, barátaink is meglátogatnak ilyenkor bennünket, egy készfogás erejéig, egy kávé, egy tea erejéig, és egy rövid beszélgetés erejéig megpróbáljuk ilyenkor megváltani a világot. Számba vesszük egymást, számba vesszük egymás cégeit, örülünk egymásnak, hogy egy újabb év elteltével ismételten tudunk találkozni, és ez egy nagyon kellemes, felszabadító gondolkodást is tud a jövőre nézve mindannyiunknak adni. Akarattal fogok megemelni egy teás csészét, mert hogy ami most éppen teázunk, és ezt meg is kóstolom most, nagyon finom, csak azért is, mert olyan jó esélyezés egy ilyen szép pohárból élni. Ez is például egy új termékcsalád, ami most ott megjelent önöknél. A gyűjtők is úgy jönnek, hogy nekem már van otthon 17 darab nagyon szép herendi porcelánom. Kíváncsi vagyok arra, hogy most herend mivel rukkolt ki, és akkor egy 18-at is szeretnék megrendelni, mert gondolom meg kell rendelni, és nem ott vásárolják meg. A vásáron tilos az értékesítés, tehát kifejezetten megrendeléseket tudunk felvenni, és valóban így van, hogy a gyűjtők ilyenkor kiszemlélik maguknak azt az újabb alkotást, amelyet majd szeretnének otthonukban birtokolni, és kiválasztják a számukra tetsző porcelánt. És de azt nem mondhatják meg, hogy én ezt mondjuk éppen barna színbe szeretném, vagy sárgában. A herendi porcelán manufaktúra esetében ezt is megmondhatják. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyediségre. Bármilyen vevői igényt bizonyos keretek között mi készek és képesek vagyunk kielégíteni. Tehát nagyon fontos, hogy művészeti értékkel bírjon az a termék, ami a herendi manufaktúra kapuit elhagyja, de egyébként, ha bárkinek bármilyen igénye van, ha szeretné a szőnyegéhez, a szemeszínéhez, a függönyéhez, vagy a lakás belsejéhez igazítani a herendi porcelánjának színeit, akkor mi ezt örömmel és boldogan megtesszük. És hogy ön is érezhette, hogy mennyivel másabb a tea íz a herendi csészéből, mindig szoktam mondani, hogy a kávé is teljesen más ízzel bír, hogyha a herendi porcelánból fogyasztják el. És ráadásul ennek a teának még az is az érdekesség, hogy ez egy kifejezetten herend tea. Nekünk fejlesztették ki évekkel ezelőtt, és csak a saját hálózatunkban, a márkabolt hálózatunkban lehet ezt kapni, úgyhogy egy nagyon finom rojbosz teát kóstolgattunk most itt az adás közepette. Tényleg jól egyébként. Vezérigazgató úr, minden évben, amikor önök elmennek, lehet számítani arra, hogy az önök termékeit díjazzák, mert hát tényleg minőség és szépség. Szóval a tradíció is megjelenik benne, és ahogy ön mondja, hogy innováció, a jövő is. Most is kaptak egy elismerést, és hát azért a sárkányért, amit megkapták, hát szerintem sokan mondanánk azt, hogy de jó lenne ott egy ilyen sárkány. Nagyon szép. Valóban gyönyörű, és a sárkány ráadásul nagyon sok szimbólumot is hordoz. A keleti gondolkodás szerint a sárkány az a legjobb tulajdonságot hordozó állatokat egyesíti magában. Úgyhogy ez a mostani herendi sárkány is több állatból lett összegyúrva. Az orra az teve, a füle bivaj, a szeme démon, vannak szarvas agancsai, a hasa kagyló, a farka kígyó, a karmai, a tappancsa az tigris, és a körmei pedig a sas madárból lett átvéve. Úgyhogy egy nagyon különleges mitológiai jelentéssel is bíró figura. Sokfajta sárkányunk van. És kapkodni fogják? Én úgy gondolom, hogy keresni fogják a boltjainkban. Nagyon jó eladásaink vannak, hiszen több sárkány típusunk is létezik, és ezeket a különböző gondolatiságot hordozó figuráinknak mindig nagy sikere és keletje volt a piacon. Úgyhogy ez most is úgy gondolom, hogy egy sikeres termék lesz, különböző festési dekorációval fogjuk ellátni, és egészen biztos vagyok benne, hogy Tokiótól New Yorkig sok vásárlónak fel fogja kelteni az érdeklődését. És a tokiaiak, meg az amerikaiak ezt honnan tudják, hogy ez van? Mert aki mondjuk nem volt a vásárban, attól még hallhatta, főleg ugye, aki nyomon követi a herendi dolgaikat, mert hát ugye, ha más nem felmegy a honlapra, és elképesztő szép termékcsaládokat lát, és könnyű ezt kiválasztani, de
arra gondoltam, hogy ebből a sárkányból most például minden jelentősebb világszerte található márkaüzletben lesz egy példány legalább? Akár ez is előfordulhat, de a vásárt megelőzően a felkészülési szakaszunkban nagyon fontos, hogy mi az újdonságainknak az információit már terítjük a világpiacon. Uh-huh. Hónapokkal a vásár előtt mi összeállítunk egy katalógust az újdonságainkról, ezt megküldjük az összes kereskedelmi partnerünknek, a vásár előtt közvetlenül ezt ismételten megtesszük, és a honlapunkon és kiadványainkon keresztül már a szakvásár előtt a mi partnereink tudják, hogy Herend egy újdonsággal fog megjelenni, erre ők is felkészülnek, és ez a kereskedelmi hálózat lényegében kész már ilyenkor a vevőigényeknek a fogadására. Jól tudom én egyébként, hogy a szakvásárra készített vadonatúj termékeiket azért addig nem árulják el, amíg nem jön a vásár, és akkor lehet megtekinteni, mert ha jól tudom, idén egy picit ezt a hagyományt megtörték, hiszen egy csodaszép elefántot láttam, ami, ha minden igaz, akkor igenis úgy került már a köztudatba, hogy már ismerhették. Valóban így van. A vásár előtt egy nagyon rövid idővel mi már nyilvánosságra hozzuk az újdonságainkat, amikor már tudjuk, hogy ez más cég által nem elkészíthető, hiszen ezeknek több hónapos technológiai átfutási idejük van. Így van, egy nagyon szép újdonság elefántunk is megjelent, de amire igazán büszkék vagyunk, az egy hatalmas sárkányteknős, amely több mint 130 cm átmérőjű, igazi bravúr darab, porcelánból, és hangsúlyozom, hogy porcelánból. Ennél nagyobbat ma nem lehet készíteni, ez egy technikai bravúr. Ott volt Frankfurtban is. És egy csodálatos új mintával láttuk el. A sárkányteknősünk hazaérkezett rendbe és épségben Frankfurtban, most már budapesti herendi porcelánpalotánkban van kitéve, egy hónapon belül megy Olaszországba, úgyhogy egy nemzetközi roadshow-ra fog részt venni ez a termékünk, és a világ minden pontján be fogjuk mutatni, hogy ma Herend és a herendi manufaktúra mire is képes. Pontul akartam kiukadni, hogy ugye önök arról is híresek, hogy a világ különböző pontjain kiállításokat szerveznek, nagyon szép helyeken. Az idei első is megvolt már, ugye Fehérvárcsurgon, a Károlyi kastélyban. Az ilyen helyekre is esetleg egyszer majd eljutnak ezek a különlegességek? Azért ez a sárkányteknős azért ez nem akármilyen ország tényleg. Valóban így van. A herendi porcelán manufaktúra nem csak egy sikeres gazdasági társaság, de egy kulturális missziót hordozó közösség is. Mi azt mondjuk magunkról, hogy Herend egy értékteremtő, megőrző és érték átörökítő közösség. És ebből kifolyólag mi folyamatosan kulturális kiállításokat is szervezünk. A tavalyi évben a Herendi Múzeumban két időszaki kiállítást nyitottunk. 8 külföldi kiállításunk volt, és 6 magyarországi kiállításunk. Tavaly Ciprustól, Ausztrián keresztül, Spanyolországon át, vagy éppen Lengyelországon át eljutottunk számtalan nemzetközi kiállítótérre, és ezt idén is akarjuk folytatni. Örvendetes az, hogy számtalan nagykövet tisztel meg bennünket, és ez is mutatja a Herend társadalmi erejét és országi más építő és formáló jellegét, hogy csak az utolsó két kiállításunkon jelen volt az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, Izrael nagykövete, Japán nagykövet asszony, vagy most a fehérvárcsurgói kiállításon ott volt a cseh nagykövet, az indiai nagykövet, vagy meglepő és örvendetes módon az angolai nagykövet asszony is megtisztelt bennünket. Úgyhogy ez a kulturális misszió, ez egyre inkább beépült már a herendi manufaktúra stratégiájába és működésébe. Ezzel is úgy gondolom, hogy nagyon jelentősen hozzájárulunk az ország pozitív megítéléséhez külföldi piacokon és külföldi országokban. És hát működésünknek a harmadik lába, az pedig a szolidaritás lába. Mi azt mondjuk, hogy szolidárisnak kell lenni a világgal szemben, ezt minden évben egy környezetvédelmi célkitűzésben szoktuk megfogalmazni. Szolidárisnak kell lenni az országgal szemben, ahol élünk és dolgozunk, és szolidárisnak kell lenni a helyi közösséggel szemben. Ezt a belső szociális terveinkben szoktuk ezt az utóbbit megfogalmazni, és hát nagyon jelentős
eredménynek tekintjük, hogy nem csak sikeresek vagyunk és nyereségesen tudunk működni, rendkívül stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik a Herendi Manufaktúra, de emellett nagyon jelentősen tudtuk a béreket is emelni, hiszen 2011 óta mintegy 52%-os béremelés volt itt a Herendi Manufaktúrában, és örülünk annak, hogy ezt a nagyon jelentős költségnövekedést az árbevétel növelésén keresztül sikerült fedeznünk és sikerült biztosítanunk. Úgyhogy így vagyunk mi együtt egy gazdasági társaság, egy kulturális közösség és egy szolidaritás talaján nyugvó közösség egyaránt. Én egészen biztos vagyok abban, hogy a világ minden pontján örülnének annak, hogyha a Herendi Portál Manufaktúra vezérigazgatója azt mondaná, hogy rendben van, köszönjük a felkérést, megyünk önökhöz egy kiállítással. Mi alapján döntik el, hogy melyik felkérést fogadják el? Vagy ez fordítva is működik, hogy mondjuk önök keresik meg, tegyük fel éppenséggel mondjuk Palermo városát, hogy igen, jönnénk, Firenzébe jönnénk, vagy éppen mondhatnám, hogy a Tokiót, Amerikát, sok helyet. Rengeteg helyen voltak már, egyébként érdemes megnézni az önök honlapját, ott vannak a kis picik is kitűzött jelek, amik mutatják, hogy tényleg Madridtól Lengyelországig rengeteg helyen mutatták be a terméket. De hogyan működik ez? Van, amit mi szeretnénk elérni, és vannak, amikor hozzánk érkeznek megkeresések. Ami alapján döntünk, az valójában az érték meccéspontján keresendő. Tehát én úgy gondolom, hogy oda szabad elmennünk, ahol egy értékkel bíró kiállító teret találunk, és így az értékek, a Herendi Manufaktúra értékei és a múzeum kiállító tér értékei, azok randevút tudnak egymásnak adni. Természetesen vannak vágyaink, ahova régóta szeretnénk eljutni, de nagyon nehéz bejutni a kiállító terekbe. Ennek ellenére évek óta mi ezt figyelemmel kísérjük és dolgozunk ezeken a kiállítások megszervezésén is. Nagyon, ebből megtudhatnánk egyet, hogy például hova? Nagyon szeretnénk, hogyha egyszer az Ermitásba, Szentpétervárra el tudnánk jutni, úgy gondolom ez egy nagyon komoly társadalmi rang és presztízs lenne. Voltunk már a Kremben, voltunk Szentpéterváron, Cárszkoje Szelóban, a cárok egykori nyári rezidencián, de úgy gondolom, hogy az Ermitásba bejutni az egy nagyon szép eredmény lenne. De nagyon régóta készülünk, hogy Párizs környéki kastélyokba sikerüljön egy Herendi kiállítást szervezni. Én úgy gondolom, hogy minden álom egyszer valósággá tud válni. A Herendi Manufaktúra ezeken a kiállító terekben is meg fog majd jelenni, és meg tudjuk mutatni azt a hatalmas kulturális értéket, amelyet ma Herend Európa és a világ számára képvisel. Ugye vannak olyan rendezvények, amelyek a neve már összeforrott az önökével, mondhatjuk az Anna Bált, aztán mondhatnék golfversenyeket, és még sok minden mást is, Forma 1-et. Hogyha most a további időszakot nézzük, és jönnének újabbak és újabbak, akkor önök még mondanának igent, vagy azt mondják, hogy most már ezek a megszokott, hagyományos helyek megvannak, nekünk ez elég, itt akarunk helytállni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy mi kivel együtt jelenünk meg társadalmi, kulturális, gasztronómiai, anyanyelvi vagy társadalmi rendezvényeken, az nem természetes. Minden évben mi számba vesszük az előző éveknek az eredményeit abból a szempontból, hogy hol és milyen képpel tudtunk megjelenni, és ezt minden évben újra tervezzük. Tehát ki lehet ebből a körből kerülni, és be lehet ebbe a körbe kerülni, mint hogy úgy gondolom ebben az évben is egy nagyon nagy nemzetközi szervezetet fogunk együttműködő partnerként magunk mellett tudni, amely talán majd meglepő lehet, de mindenképpen azt az értéket, amelyet az a szervezet, nemzetközi szervezet képvisel, azzal Herend is azonosulni tud. De erről most még nem beszélünk. Erről most még nem beszélünk. Ez meglepetés lesz. Ez meglepetés lesz az elkövetkezendő hónapokban, években. De nagyon nagy szerepe van a mi gondolkodásunkban a Herendi márka építésének. És amikor ezeken a különböző társadalmi eseményeken megjelenünk, az valójában a Herendi márkaépítésnek a része. A Herendi márkaépítés alatt mi 4 részfeladatot értünk, amelyet kiemelt stratégiai célként kezelünk és dolgozunk. Az egyik ilyen, hogy az egységes építészeti arculatunk. Törekszünk arra, hogy mindenhol, ahol Herendi porcelán értékesítés van, lehetőleg egységes építészeti környezetben lásson bennünket a vásárló. Aztán nagyon lényeges második elemként a vizuális márkaépítésnek a szerepköre. Ez alatt értjük a vizuális megjelenésünket, a stratégiai megjelenésünket, vagy éppen a verbális megjelenésünket.
A harmadik rendkívül fontos a munkatársainknak és a vevővel találkozó kollégáinknak az oktatása abból a szempontból, hogy olyan információkat tudjanak átadni a vevőknek, vagy a Herendi porcelán iránti érdeklődőknek, amely releváns és fontos a vevő számára. És a negyedik rendkívül fontos márkaépítési elem, amire nagy hangsúlyt feszítettünk, az a vevőinkkel való kapcsolattartás. Mi nem szakítjuk meg a kapcsolatot a vevővel akkor, amikor elhagyja a boltot, hanem próbálunk később is vele kommunikálni, és ez nem feltétlenül csak vásárlás jelent, hiszen természetesen örülünk, ha megtisztel bennünket a vásárlási szándékával, de mi utána is hívjuk kulturális, társadalmi eseményeinkre, és próbálunk vele értékteremtő gondolkodás mentén kapcsolatot és kommunikációt fenntartani. Úgyhogy így együtt a márkaépítésre nagy hangsúlyt fektetünk, és a márkaépítésünknek részei a társadalmi eseményeken való jelenlét, amelyik a márkaépítésünkbe belefér, azon a társadalmi eseményen megjelenünk, amely távol esik tőlünk, ott viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy köszönjük szépen, majd egy későbbi alkalommal. Nemet soha nem mondunk, de jelezzük azt, hogy majd egy későbbi alkalommal lesz lehetőség az együttműködésre. Ha valaki felmegy az önök honlapjára, nagyon sok mindent talál, megnézheti, hogy hol a gyár, megnézheti, hogy itt van a porcelán múzeum, van egy mini manufaktúra, mellette egy gyönyörű Apicius étterem, és még sok minden információ, nyitvatartások, stb. És amikor böngésztem, azt láttam, hogy munkatársak felvétele. És azt vettem észre, hogy önöknél is van ilyen. Ez azt jelenti, hogy akkor a napjainkban oly jellemző munkaerő hiány, valami utomódon, hogy annak a szele önöket is picit elérte? Munkaerőhiányról semmiképpen nem beszélnék. Nagyon fontos viszont a jó minőségű humán erőforrásnak a biztosítása, és nagyon szigorú létszámtartási elvárás van most a Herendi manufaktúrában. Bátran mondhatom, hogy egyetlen egy árbevételi forintot nem veszítettünk amiatt, hogy munkaerőhiány lenne. Sőt, azt tapasztaljuk az elmúlt hónapokban, hogy sokkal több jelölt között tudunk választani, mint mondjuk évekkel korábban. Tehát mi egy kicsit a trendet megfordulni látjuk, lehet találni hasznos és értékes munkaerőt a Herendi manufaktúra számára is. De... Szerintem az önökkel kapcsolatban mindenki így gondolja, azért itt mégiscsak egy világhírű manufaktúráról beszélünk, amely az első számú a világon, tehát itt azért az ember azt hinné, hogy igen, itt ilyen szóba se jöhet önöknél. És a másik pedig nagyon fontos, hogy nagyon nagy fokú rendezettség, szabályzottság jellemző a Herendi manufaktúrára. Ha megnézzük a társaság környékét, akkor messziről láthatod, hogy itt a településen milyen nagy figyelmet fordítunk a kulturális és a kulturált környezetnek a megtartására, és ezt a munkavállalók is értékelik. A mi műhelyeinkben, a mi munkatereinkben 21. századi kiváló munkakörnyezet fogadja az itt dolgozókat, és úgy gondolom, hogy aki korábban máshol dolgozott, az tudja értékelni azt a különbséget, amelyet itt a Herendi manufaktúrában láthat. Nagyon fontos, hogy viszont a jövőre is folyamatosan gondolnunk kell, és például a munkaerőfelvételt elősegítendő a Veszprémi Pannon Egyetemmel duális együttműködésben vagyunk, már 7 tanulónk van, pontosabban egyetemi tanuló, aki itt nálunk is a duális képzésben részt vesz. 27 saját szakiskolásunk van a Fisher More szakközépiskolában. Őket is a jövő számára képezzük, és készülünk velük a jövőre itt a manufaktúrában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy 21. századi manufaktúrának, amely egy versenyképes manufaktúra, amelyben folyamatosan egy értéket állítanak el és teremtenek, ott nem csak a múltban, hanem a jövőbe is kell nézni, és a jövőnek része az is, hogy a humán erőforrásunkat próbáljuk 21. századi kiváló kollégákból majd összeállítani. Mi is beszámoltunk róla, hogy Herenden épül egy református templom, méghozzá itt a főtéren, mindjárt a manufaktúra tőszomszédságában, és amikor kérdeztem, hogy hogy fog ez kinézni, akkor mondták, hogy nagyon szép lesz, és hát egyeztettek ugye a tervezőkkel és a manufaktúrával is, hogy azért ez úgymond a tájba illeszkedően, vagy az épületekhez illeszkedő legyen. Ezek szerint akkor itt még erre is kell figyelni, hogy azért, ha már a manufaktúra itt van és meghatározó szerepet tölt be, akkor a ide építkezők is olyasmit hozzanak, ami hát hasonló. Mi nagyon örülünk minden olyan beruházásnak és építkezésnek, amely itt a Herendi manufaktúra környékén megjelenik, hiszen ezzel a településkép szépül és még magasabb minőségű állapotba tudunk ezáltal eljutni. Örülünk annak, hogy a szomszédságunkban egy református
templom fog épülni. Valóban egyeztettünk annak külső megjelenését, illetően annak érdekében, hogy beleilleszkedjék ebbe a településkébe, beleilleszkedjék a porcelánium épület együttesnek a környezetébe, és úgy gondolom egy nagyon szép látványtervet sikerült elfogadnunk. Nap-nap után, amikor a manufaktúrába bejövök, mindig egy pillanatra oda kacsintok erre az építési telekre, és nagyon várom, hogy meginduljon az építkezés, hogy valóban a manufaktúra környéke még rendezettebbé, még szebbé váljon. Önöknek egyébként kell még valamit építeni, vagy azt mondhatjuk, hogy azért ez most már így, ahogy van, ez kész? Mert tényleg itt úgy tűnik, hogy minden egyben van. Azt gondolom, hogy minden minőségi állapotnál van egy jobb, magasabb minőségi állapot, amelynek elérésére kell törekedni, ezért soha nem mondhatjuk azt, hogy ennyi és elég volt. 2018-ban átadtuk az eddigi legnagyobb beruházásunkat, ez a Herendi porcelánpalota volt Budapesten a József Nádor téren, amelynek jellemzői, hogy három szinten kínáljuk porcelánunkat, több mint 30 ezer porcelán található, és mintegy 1500 négyzetméter az egész boltnak a területe. Budapest az ország legnagyobb porcelánboltja, és egy remek építészeti műalkotás is, bátran állíthatom ezt. De emellett például az idei évben szeretnénk megújítani a Herendi sportcsarnokunkat, amely mindenképpen felújításra szorul. Mi a manufaktúra részéről az ehhez szükséges erőforrásainkat már beletettük ebbe az építkezésbe, és bízom benne, hogy ez is hamarosan meg fog indulni. Vagy az idei másik kiemelkedő célunk a Herendi Porcelán Múzeum interaktivitásának fokozása. Ma már egy múzeum, ha egy búra alatt szép porcelánt látunk, az kevés a látogatónak, különösen a fiatal generációknak. Az interaktivitást fokozni kell, a múzeum nyújtotta élményt fokozni kell, mint ahogy a mini manufaktúránkban a 3D-s filmen keresztül egy hatalmas élményt tudunk már rögtön a túraútvonal elején biztosítani. Ezt az interaktivitást szeretnénk a múzeumunkban fokozni, ez is egy átalakítási építészeti koncepciónak a része. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden minőségi állapotnál van egy jobb, magasabb minőségi állapot, és a Herendi manufaktúra évről évre egy magasabb minőségi szintet próbál elérni, annak érdekében, hogy a Herendi manufaktúrának ne csak két évszázados múltja, de legalább két évszázados jövője is legyen. Akkor célok vannak, hát ezt eddig is tudtuk egyébként, hogy vannak célok. Ugye azt is tudjuk, hogy akkor most már túl vagyunk az idei frankfurti vásáron, és ahogy ön is mondta, már akkor elkezdtek készülni a következőre. Tehát akkor kitűzött feladat rengeteg van. Sok sikert kívánunk, és szép számokat a következő évben, amikor majd beszélgetünk, akkor sikerül elmondani, hogy az idei nagyon nehéz esztendő volt, mint mindegyik az, de még ezt is sikerült túlszárnyalni eredményben. Így legyen, köszönöm szépen a kedves jó kívánságait, és én is kívánok önöknek és minden televízió nézőnek szép és sikeres 2019-es évet. Köszönjük szépen, köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehettünk. Kedves nézőink, az előző percekben dr. Simon Attilával, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatójával beszélgettünk. Azt gondolom, hogy nagyon jó és hasznos információkat szerezhettek, érdekes dolgokat tudtunk meg vezérigazgatótól. Én munkatársaim nevében ma estére a magazin műsorban köszönöm a figyelmüket, töltsék velünk továbbra is az estét. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!